Ez volt a számomra a nagy tanulság, hogy bármi van, én jól érezzem magam a színpadon. A színpad az a hely, ahol ha valaki akármilyen rosszul érzi magát a magánéletbe, vagy akárhol, ha fölmegy a színpadról, csak jól érezheti magát. Tisztelt nézőink, Önök az Opera Páholyt látják, az Opera Café című televíziós heti magazinunk nyári különkiadását, amelyben a Magyar Állami Operaház örökös tagjait szólaltatjuk meg. Molnár András a vendégünk ma. Szervusz, András! Szervusz, jó napot kívánok! Kérlek, mesélj arról, hogyan kell valakinek, tudom én, minimum 4 évtizeden át, egész a mai napig stabilan megőrizni a hangját. Mi ennek a titka, ha ezt elmondanád? Lehet, hogy nem volna akkor a tenor hiány, mint ami van. Nálam van a kincs, ami nincs. Mert hogy, hát ez született tulajdonság végül is. Gyerekkorom óta ilyen a hangom, vagy nem ilyen, hanem hát, hogy fixen megvan. És hát tulajdonképpen rá kellett jönnöm, mikor visszakanyarodtam a zenéhez és az énekléshez, hogy ez hogy megy. De addig is énekelgettem itt-ott és mindenhol, hogy mondjam, sikert arattam esküvőn itt-ott, amikor megszólaltam. De sose voltál reket? Nem éreztél fáradtságot? Iszonyú hosszú Wagner operák és Tolcsingi Walter énekése után mások volt. Két hétig csöndben vannak, te meg... Nem, hogyha egészséges voltam, akkor sose volt probléma. Volt olyan, hogy beteg voltam, és akkor bizony nehéz volt. De az éneklés az egy olyan műfaj, amikor az embernek saját magát kell nagyon jól megismerni, mint egy jógi kvázi. Mert hát ugye egy profi énekes, az ki van tűzve az előadás, akkor jól kell, hogy legyen. És kvázi egy sportos életet is kíván. Én ugye sportoltam is, ezáltal az a része is meg. Mit is sportoltál? Én kosárlabdáztam, és bizony az jót tett az éneknek is, mert pont amit említesz, a Wagnert, ami miatt kipróbáltam az éneklést, ahhoz bizony állóképességgel, és hát ezt én megszereztem az alatt. Szinte van egy olyan mozdulat, ami valami bebuktatja a hangod. Hát ilyen mozdulatok is vannak. Egy hárompontos cél. Igen, igen, és nekem a magasságomból, a Kaposi Margit, akihez kerültem, hál' Istennek, a magasságokból hozta aztán le a közép és a mélyebb hangokat, mert hogy a beszédhangom az nagyon elvitte a közép hangjaimat, mert hogyha én normálisan beszéltem, akkor az mindig hangos volt, ezáltal ugye egy kicsit olyan... Tehát ilyenkor takarékláncon vagy valójában. Igen, nagyjából igen. De hát, hogy mondjam neked, nekem ez valahogy így megvan, megvolt, és a Kaposi Margitnál azt kellett megtanulnom, hogy a középhangok és a lejjebb lévő hangok a magasságokból hogy vezethetők vissza, hogy azok is fényben szóljanak. Molnár András, Kossuth és Liszt Ferenc díjas tenor operaénekes. 1979-ben debütált az Operaház színpadán Erkel Ferenc Hunyadi László című operájában. Gyermekkora óta rajong Wagnerért, így a sors ajándéka, hogy mind a 10 operáját énekelhette, de Mozart és Verdi operáiban is színpadra állt. Operaházi működése mellett gyakran vendégszerepelt külföldön, többek között a bayreuthi ünnepi játékokon is fellépett. Rendkívül sikeres pályafutásának megkoronázásaként 1999-ben az Operaház, 2003-ban pedig a Halhatatlanok Társulatának örökös tagjává választották. Én úgy érzem, hogy nálad iszonyú fontos azt tisztázni, és még a hozzá kevésbé értő nézők számára is elmondani, hogy a szakma szerint, és lehet, hogy nincs igazunk ebben, a szakma szerint te az az énekes vagy, akinek hangi problémái nem igen lehettek a hosszú pálya során. Mások meg átesnek kríziseken, meg próbálják így úgy, járnak ehhez amahoz, és van valaki, néhány ember, közt az egyik te, aki kiteszik és mindig énekel, és mindig stabilan. Igen, valóban nekem ez egy adottság, de az előbb említett dolgok miatt a fizikális jól lét, igen, az mindig az éneklésben segít. Tehát fáradtan nem nagyon lehet énekelni huzamosabb ideig. Néha lehet, de az, hogy minden nap énekelj, hát az nehéz. Ő csak arra akarok kérdezni, hogy
Azt tudjuk, hogy neked ezért volt könnyű az egész pályán. Hát ezt mondják. De miért volt nehéz? Nehezen tanultál? Valamit mondja arról, hogy mi az árnyoldala, mert akkor mindenki téged irigyel csak. Árnyoldala. Hát igen. A tanulás az nehéz volt, mert én ráadásul egy ilyen ábrándos jellegű ember vagyok. Szeretek verset olvasni, mindenfélét. És hát a szerepeket, amiket tanultam, arról mindig ábrándoztam először. És amikor jött a premier időpontja, akkor kezdtem el magolni előtte, nem sokkal. Ezáltal volt nekem nehéz az első pár előadás, de hát Melis tanár úr mondta, hogy a 20. előadás után van meg a szerep. Na most, ugye én későn kezdtem, 30 volt, amikor visszakanyarodtam a zenéhez, ezáltal a repertoárt úgy tanultam, hogy az egyiket megtanultam, azt kezdtem énekelni, ugye akkor jött a következő, és gyakorlatilag, amit az előbb mondtam, minden nap nem lehet énekelni, de én gyakorlatilag minden nap énekeltem, mert én a próbákon se markíroztam, mert én azt vallom, hogy minden a szobában dől el, ezt meg Varga Pali tanár úr tanította, hogy a szobában mindig hangon kell énekelni, és ha már valamit nagyon tudsz, akkor lehet markírozni, hogyha van egy próba, mert azt már tudod. És tehát egy új szerepet biztos nem markírozol? Azt nem. Mert be kell ülnie. Be kell ülnie. Én úgy tanultam mindig, hogy kottából megtanultam, és akkor sokszor otthon a reggeli végzése közben magoltam a szerepet. Ezt ne irigyelje senki, mert ez bizony. Valaki bámul ki az ablakon és korcsolgatja a teljes kávéját. Igen. Te meg ülsz egy Tannhäuser finálé fölött. És így van, és közben rakom a számba a dolgot, és közben meg ugye a borzasztó szöveget. Nem borzasztó, mert végül is ez jó dolog, és tulajdonképpen könnyen tanulok vagy tanultam, meg most is talán, hogy például a Lohengrint, meg van egy pár szerep, amit magyarul is és eredetiben is énekeltem, azt, ha áttanulod az eredetire, az ugyanolyan nehéz, mert máshol vannak ugye a hangsúlyok, és mikor például a Lohengrint itt magyarul énekeltem, és aztán Berlinbe is kellett énekelnem, hát ott nagy bajba voltam, mert későn fogtam hozzá, úgyhogy, de szerencsére egymás után mentek a felvonások, úgyhogy egy-egy éjszaka megtanultam. Emlegeted már kétszer is ezt a visszakanyarodást? Mert hogy egyszer már oda kanyarodtál, aztán meg elkanyarodtál a zenétől? Hát nem, egyszer oda vezettek a szüleim, mert én a rádió gyerekkórusába majdnem, hogy mikor indult, akkor kerültem be. És mikor is olyan ötödik körül, akkor meglehetősen eleven gyerek voltam, és kipenderítettek. Akkor még hegedültem olyan 14-15 éves koromig, és akkor a kosárlabda jött. Meg az esztergályos szakma, úgyhogy ezt csináltam 27-28 éves koromig. De első osztályban is játszottam, úgyhogy ezért mondom én, hogy a sport, meg a zene, ez mind a kultúrához tartozik. És van otthon palánk, meg valami esztergály? Hát a garázsban van. Esztergály is van? Az nincs, az unokabátyámnál van. Oda szoktam átmenni, ha valamit nem tud megcsinálni, akkor szól, hogy gyere, csináld már meg. Tehát még akár ma is hozzáfogsz ehhez? Igen, persze. Nem lehet elfelejteni, mint a biciklizés olyan. 1983-ban, amikor az Erkel Színházban, az opera éppen zárva volt, mint most felújítás igen miatt, ott akkor már akkor a halálos korral alaposan megtámadott Ferencsik János végül be tudta mutatni Wagner halálának 100. évfordulóján a Parsifalt, ami az úgynevezett felszabadulás óta nem volt hallható Magyarországon. Akkor ti éreztétek, hogy most valami nagyon nagy dolog közepében vagytok, ráadásul te egy nagyon fiatal, majdnem csak szinte kezdő énekesként álltál ott. Hát igen, ugye én 79-ben kerültem az operaházba, és ez volt 83-ban. Úgyhogy előtte Varázsfúval, a Hunyadi, Kármen talán ezek voltak a főbb szerepek, meg hát kicsiket azért énekeltem, mert az kellett, ugye, hogy beszokjak a színházba. És hát azért volt nagy dolog, mert a Ferencsik mester elmondta, hogy ez micsoda, meg is mutatta. És hát nagy dolog volt valóban, hogy ezt előadhattuk, és Mikó tanár úr rendezése. Az azt hiszem, hogy egy hagyományos rendezés volt, de abban az időben ez nagyon jól ment, és szerettem a szerepet, kivéve azt a 45 percet, amit az első felvonás második felében áldigálni kell, azt nem szerettem. De hogy a nézőtéren, meg a színpadon lehetett érezni, hogy most valami a rendszer
szíve közepe ellenható történik a színpadon. Nem véletlenül nem engedték olyan sokáig ezt a művet színpadra, ez egy keresztény alkotás. Hát igen, és tulajdonképpen az a helyzet, hogy mindig telt házzal ment. Ha volt úgy, hogy azt hiszem négyszer is ment húsvét táján, és hát mindig tele volt, és hát gondolhatod, hogy a Wagneri Jánosok, akik addig ezt nem kapták meg 45 után, azok mind ott voltak, és sokan többször is megnézték, és hát kaptam ifjú hölgyektől szép leveleket, egyet meg is őriztem, mert az csuda szép. Oh. És nem válaszoltál semmit? Nem válaszoltam semmire, mert hát ez nem nekem szól, hanem a szerzőnek, vagy a Parsifalnak. Meg a szerepnek, igen. És amikor ugyanezt mondjuk, akár a Parsifalt, akár más szerepeket Bayreuthban nézted végig közelről, ugye sokban énekeltél is, de volt amikor mások énekelték az igazi főszerepeket, akkor mit gondoltál a mi magyarországi operajátszásunkról, amelyben meg te voltál a főszereplő? De amikor Bayreuthba kerültem, akkor valóban volt egy olyan érzésem, hogy most bekerültem oda, ahol színház van. Ezzel nem degradálom az itteni helyzetet, csak ott annyira az énekeseket, hát az öreg Wagner, amikor sétáltam az utcán, a túloldalról átköszönt, hogy hello, Mr. Molnár. Én pedig ott nem a Parsifalt énekeltem, hanem kis szerepet a mesterdalnokba. Szóval úgy kezeltek minden szereplőt, hogy ő, amikor fölmegy a színpadra, akkor marha jól érezze magát. Úgyhogy ez volt a számomra a nagy tanulság, hogy, és tulajdonképpen ezt tettem el magamnak, hogy bármi van, én jól érezzem magam a színpadon. És azt hiszem, hogy a színpad az a hely, ahol ha valaki akármilyen rosszul érzi magát a magánéletbe, vagy akárhol, ha fölmegy a színpadra, csak jól érezheti magát. Azért látunk olyat, aki görcsölni megy fel a színpadra. Na jó, hát igen, van ilyen is. Nyilván túl egyszerűsítés azt mondani, hogy Molnár András Wagner énekes. Lehet, hogy a te szíved közepén valami más szerző, másik szerepe áll? Én az összes többit is szeretem. A Wagner miatt kanyarodtam vissza, mert én gyerekkoromtól szerettem a Wagner zenéjét. Nem láttam én sok Wagner, gyerekkoromban nem láttam Wagnert. A Tannhäusert akartam megnézni, de a szüleim azt mondták, hogy ez nem neked való. Úgyhogy ezért nem nézhettem meg. De mondom, az összes többit is szeretem, és én kaptam olyan ajánlatot is, hogy csak Mozartot énekeljek. Azt is szeretem. Mert, hogy mondjam, ahhoz nekem a fizikumomból kevesebb kell. Tehát könnyebben megy. Hát énekeltem oda a Fidéliót, a Varázsfúvolát, meg hát egy-két más dolgot is, meg beéneklésnek. Hát a Rádám ezt, meg hát a többi olasz, igen, most a német szerep. De a Mozartokból például a Ottaviót, meg ilyeneket beéneklésnek megtanultam. Szóval, és mentek a figurák benne, szóval. De te nem is szoktál beénekelni? Ne, hát a tanártanihoz... Van egy ilyen legenda, hogy te nem énekelsz benne. Tulajdonképpen, amikor már, hogy mondjam, eltelt 10-15 év, akkor már csak akkor mentem el beénekelni, hogyha nem voltam igazán jól. Mert akkor azért egy külső filmet... Te az énekórát hívott be éneklésre? De, hát akkor előadás előtt elmentem énekórára. Ja, így. Ja. Értem, azt hittem. Úgyhogy ha beteg voltam, és úgy éreztem, hogy hú, ma figyelni kell, akkor elmentem a Mangihoz, a énektanárnőmhöz, és akkor ő külső fül meghallotta, és megmondta, hogy mennyit lehet, mennyit nem. Mit lehet neked megmondani? Tehát jól tudod a kritikát? Én jól. Mit lehet meg? Mindent meg lehet nekem mondani. Hát, hogy a színpadon nem voltam olyan, amilyennek gondolták, ezt is. De hát, hogy ki, mondjam ki neked? Ki az, aki a legőszintébb volt veled a pálya alatt? Feleséged? Vagy, ő vagy is. Ő nagyon jó, egy barát? Ő nagyon jó közönség. Úgyhogy ő volt az egyik, és hát az énektanárnőm a másik, aki ugye, hogyha valami olyat hallott, akkor az nem igazán. De például mondok egy valamit, ami... hogy milyen vagyok én. Mikor Brüsszelben énekeltem a Mesterdalnokban, ugye a Stolzinger Waltert, Pappano dirigált, azt hiszem, vagy valami. És nagyon volt, nagy név. Az, és volt egy jó korrepetitor, akit hozott magával persze, és hát az első próbán ugye a korrepetitorral végignyomtuk a Waltert. Szerinted. És a végén azt mondja, hogy jó, nagyon jó, azt mondja, csak mondanék én valamit neked, azt mondja. El kéne adni. Kvázi hiányzott neki, hogy vala ilyen
a közönségnek, na valamit a közönségnek is, tudod? Szóval ez az, ami belőlem hiányzott, mert mindig a szerzőket tartottam elsődlegesnek. Úgyhogy emiatt én nem csináltam olyan truvályokat, amiket elvárnak egy tenoristától. Úgyhogy talán ez volt a hibám. Ha ezt nem, hibának lehet nevezni. Nem, én nem hívnám hibának, de mondjuk ha most hirtelen nem jut eszembe, bocsánatot kérek mindenkitől, hogy Kárniót énekeltél-e vagy sem. Igen, igen. Énekeltél. A végén gond nélkül csinálod ezt a be nem írt zokogást? Amit a Mario de Monaco, meg egy csomó más epigonja nem annyira. Tökéig fejlesztett? Nem annyira, igen. De megcsinálom. Mert ez is erről szól, az, persze, az eladás. Persze, hát az ezek manírok. Igen. Ez egy olasz dolog, érted? De egy olasznak ez semmi. Vagy az üfecek a sorok van. Végén, igen, a kis csuklásokat. Igen, igen. Hát egyébként most ezt mondod, az Kániót azt nagyon jót tett nekem a pályám elején, hogy a Népszínházban valaki kidőlt, és hogy jönnék-e. Hát mondom, persze. És a Népszínházon végig énekeltem egy csomó előadást, és aztán most a pályám végén a Váradi Kati, Isten nyugtassa, hívott Miskolcra. És ott is nagyon élveztem. Szóval ez egy olyan szerep, amit én úgy szerettem. Mert, és olaszt énekelni is, hát az, ha valaki nem énekel olaszt, mert ő Wagner tenor, hát az megette a fene. Az olaszt muszáj énekelni. A pályatársak közül ki az, akivel szorosabb kapcsolatot ápolsz? Fontos egyáltalán, hogy az ember innen építse a baráti viszonyait. Voltak, akikkel én úgy jóban volt. A Berceli Pista a legnagyobb barátom, ugye, ő vele akkor is, most is. Hát a Rozsos Pistával a pályám elején talán nem annyira, de hát akkor is, hát Bajrajtban is kijött a családjával, ott is a Solyom Sanyival együtt ott eltöltöttünk pár napot. Aztán most is úgy néha fölhívjuk egymást, elmegyünk. Tenornak lenni az egy ilyen különleges érzés lehet, mondom én is, meg szerintem mindenki, aki nem tenor. Gyönyörű áriákat írnak nektek a szerzők, a legkevesebb belületek van, a legkeresettebbek ti vagytok, és egy ilyen Nessun Dormát, vagy a versenydalt, a már emlegetett Strozzigi Walter szerepből eléneklitek, akkor gyakorlatilag mindenki a hátára fekszik gyönyörűségében. Ti is ezt így élitek meg? Tenorként ez ilyen, onnan nézve is? Talán igen. Biztos. Egy kivételezett helyzet. Én ezt nem érzem különösebben, csak hát akkor csodálkozik el az ember, amikor érzed meg, látod azt, hogy mindenki odafigyel. És én ezt már mielőtt énekes lettem, megtapasztaltam két alkalommal ilyen esküvőn. Az egyik az Rokoni volt, a másik meg ott a faluba, ahol az apám született Kékuton, meg Nyirádon, az apai rokonságom arra van, és ott volt olyan, hogy hát én ugye gyerekkoromban nagyon sok nótát, egyebet megtanultam a szüleimtől, meg egyáltalán száznál több egy ilyen könyvbe be volt írva, hogy miket tudok. És ezen az esküvőn, hát az már ugye 18-20-22 éves voltam, nem mindegyiket tudtam. Akkor odaültem a 40-50 éves csajok közé, már bocsánat, igen. És azok tudták. És akkor az, ami szöveg luk volt, azt én rögtön tudtam, és hát így aztán eleresztettem magam, tudod, és akkor mindenki csak nézett. De most azt hittem, hogy azt mondani, hogy amikor Londonban ekkor meg akkor ezt meg azt csináltam, erre elmesélsz egy gyerekkori esküvői emléket? De könyörgöm, hát az volt nekem az egyik legnagyobb. Hát igen, hát itt is volt, hogy ugye kétszer kellett elénekelnem a Nessun Dormát, amikor a Marton Éva művésznő itt volt. Hát az is jó. Csak hát, hogy mondjam, mivel bennem nincs meg ez az olaszos dolog, és hát van egy, vagy volt, az is meghalt már az úrnak a bátyám, aki énekes akart lenni, de hát 48 után, és hát nem sikerült neki, neki is egy csomó kottája volt, és ő is ezzel szekírozott, hogy miért nem tartott tovább, mert miért? Hát mondom, mit írt elő a szerző? Egyébként tenor ideált, azt kiben leled meg? Kit hallgatsz? Hallgatsz otthon egyetlen? Én érdekes módon a Birgit Nilsson-t szoktam hallgatni. Hogy aki egy szoprán. Igen, egy szoprán. Annó, amikor még tanulgattam, tenorok közül nem igen hallgattam, de aki a Di Stefano, akinek a hangja ugye itt szól, meg a szíve is itt dobog, amikor igen. Énekel. Te mondják, hogy nem elég jó technikával, ingatagon. Ugyan már, hát ez nem azt rövid kell nézni. Volt a pálya. Na és? Akkor elment ugye kártyázni, és hogyha elfogyott a pénze, akkor ott énekelt. Csak olyan, mintha te szöges ellentéted lenne.
Te meg az ellenkező valaki. Hosszú pályát csinál, tudja, mit csinál. Jó, hát de egy Di Stefánot azért kell meghallgatni néha, mert a technikáját hallod, hogyha van rá füled. És akkor tanulhatsz magadnak. Mert is Nyuszi bácsi mondta annak idején, még a varázsfúvolát, mikor énekeltem 80-ban, az volt a második szerepem, és ő volt az öreg pap. És ott vártunk a végén a tűzoltójukba, és azt mondja, hogy tudod, mikor én a főiskolára jártam, akkor mindig bejártunk az operába, és néztük a többieket. Mert azt mondja, vannak dolgok, amit a tanár nem tud megtanítani, el kell lesni. Ezt ugyanígy manapság már, amikor mindent láthatsz, mindent hallhatsz, akkor a tanuló, énekes tanulóknak meg kell hallgatni sok-sok énekest, és akkor talán van köztük olyan, aki az ő testére, mert mindenkinek az éneklésben meg kell tanulni a saját testét és a saját technikáját, minden ember más, de el lehet lesni olyat, aki hasonló hozzám, és akkor az jól hathat rá. Egy Wagner énekes, most nem akarok tényleg így címkézni, hiszen erről beszéltünk is, de nagyon hosszú szerepeket tanul meg. Sok-sok szöveg, igen, kevés ismétlése, ez már nem a régi opera világa. Nem. A súgóval mennyire kell szövetséget kötni? Ó, én nagyon súgó. Súgópárti vagy? Igen, igen, igen. Mert énekeltem súgó nélkül is Wagnereket, de az nehéz. És annak, amit az előbb elmondtam, hogy én a végén tanultam meg mindig a szerepeket, ezért én rá is szorultam a súgókra, és ők az itteniek, hál' Istennek, tudták is ezt rólam. De ugye a súgó csak a sor elejét mondja be, hát tehát attól még tudni kell, csak hogy a nézők is. Az elég, csak hogyha ilyesmi van, de azt el kell tudni játszani. Szóval nem lehet állandóan a súgót nézni, mert felszínű. És a súgó se ordíthat, ugye, mert az is hallatszik. Úgyhogy ez is egy technika. De voltam én Németországban súgó nélkül úgy, hogy oldalt volt a súgó, és a mesterdalnokban, aki a szaxot énekelt, egy olyan srác volt, aki mindent tudott, az enyémet mondta, és egyszer csak blokk jött neki. Hoppá. És bizony ott a Schuster jelenetben én nekem kellett volna mondani a szöveget, de csak dúdolni tudtam, mert az övét én nem tudtam. Úgyhogy kettő kimaradt. Szóval nem lehet. A súgó az egy... Ez egy biztonság, mert még ha csak nem is azt súgja, amit kellene, az akkor is egy biztonságot ad. Végezetül, mert az időnk az persze elpörgött közben, annyit engedj meg belőled megérteni még, hogy itt vagy annyi évesen, ahány, hál' Isten, fiatalosan nézel ki, jól vagy, és a hangodnál vagy. De van, amire nemet mondasz, volt már olyan évek előtt is, hogy kértelek, nemet mondtál rá. Máskor megtalálkoztam veled, nagyon komoly, mondjuk egy Verdirek film előadásban beugrottál. Mitől függ az, hogy mit válasz el? Mihez van kedved, attól vagy mástól? Nem, én tulajdonképpen, hát ezt te voltál a direktor, amikor elmentem nyugdíjba, ugye? És utána még énekeltem egy darabig, és... Hogy mondjam ezt neked, hogy ne legyen olyan, hogy összeomlik a közönség miattam. Szóval a stressz nem hiányzik, tudod? És hát Verdi Requiemet ugye ott előtted, meg templomban néha még énekelek, de már ott se nagyon, mert azért az egészségem is egy kicsit, és itt szeretnék köszönetet mondani az orvosoknak, akik engem megkéseltek. Ebből semmit se látunk. Nem, semmit se látsz, ez az ő érdemük is. Nem csak az enyém, bár azt mondják, hogy az én fizikumom az is hozzájárul ahhoz, hogy ilyen jól érzem magam. És azért az éneklés az egy veszélyes pálya. És hát, hogyha az embernek a belseje mozog egyfolytában, és hát volt két olyan műtétem is, ami nem semmi. Szóval akkor ezért van az, hogy lehet, hogy egy bánkot most nem annyira akarnál, de... De el tudnám énekelni, de... De hát van a családom is, ugye. A világos. És van három unokám, és hát most velük is többet vagyok, mint anno. Amit a feleségem végigcsinált, az is egy nagy dolog volt, mert ugye most szokták mondani, hogy minden sikeres ember mögött van egy sikeres társ. Nem azt mondom, hogy egy nő, van fordítva is lehet, igen, de mindig kettőn áll a vásár. Mondja anóta is. Még mindig az a jobb helyzet, mint amikor valaki már visszavonult, és nagyon várja, hogy visszahívják, de nem jön hívás, mint ha valaki visszavonult, és még mindig, bármikor elhívhatják.
Hát ez is egy adottság. Tudod, amit az elején kezdtél, úgy látszik, hogy az én berendezésem az olyan, hogy jól is énekeltem valószínű, mert azt is szoktam hajtogatni, hogy 40 után dől el, hogy addig, hogy énekeltél, mert ha még utána is van hangod, akkor jól csináltam. Szerintem az elég valószínű. András, köszönöm szépen. Én köszönöm. Tisztelt nézőink, önök az Opera Páholyt látták, az Opera Café című televíziós heti magazinunk külön kiadását. Ezen a nyáron, a következő héten is találkozhatnak egyel a Magyar Állami Operaház örökös tagjai közül. Kaszás Ildikóval folytatjuk jövő héten. Viszontlátásra!